Nézd meg velünk a San Diego-i nemzetközi ételvásárt a Balboa Parkban, ahol a magyar ház is finom kolbász, lángost és magyar sütiket árul. Ezzel szereznek adományokat, pénzt a működtetésükre. Egy évben kétszer van ilyen ételvásár, amelyeket a házak szerveznek, és ugye ez a legnagyobb adománygyűjtő akciójuk. 40. nemzetközi ételvásár. Itt vannak a programok. Íme a magyar ház. Itt árulják a finom magyar süteményeket. $8 van itt. Beigli meg egyéb finom sütemények. Itt San Diego-ban beiglik nem csak karácsonykor, hanem májusban is lehet enni. Lángos. És természetesen Fenyő Miklós Hungária szól. Palacsinta tésztát Eszter ott kavargatja. A Julival már egy korábbi videóból megismerkedhettetek, és hát ő az egyik örökös tagja. Szívecsicska magyarháznak, és elképesztően jó palacsintákat csinál. Milyen szép palacsinta, nagyon finom. Ez a lángos. Ipari mennyiségű lángos tészta. Itt lehet gyúrni, gyömözkölni, igen, a lángos tésztát. Úgy, de jól néz ki. Nagyon. Itt készítik a lángost. Nagyon nagy sürgésborgás. Nem lehet elég korán kezdeni. Igen, nem lehet soha elég korán kezdeni. Yeah. Hagyma. Ilyen brutál mennyiségben árulnak itt tejfölt. Ez majdnem 2,5 kiló dobozonként. $10 a lángost. Ide még az is ki van írva, hogy hogyan kell a lángost helyesen kiejteni, mert ugye ezzel az amerikaiak meg szoktak szenvedni. Nagyon finom. Annyira jó, hogy beszegzik velem az ama bele. Finom? Ábrahám fogja készíteni a magyar háznak a kolbászt. Íme, kérem, a nagy kolbászsütés. Nyerdi kolbászsütés! Sziasztok! Hajtsfajts! Jól is tény! És amúgy Ábrahám baromi jól tudja megsütni ezeket a kolbászokat. Pedig ő nem is magyar, hanem mexikói amerikai. A kolbászos szendvics savanyú káposztával, bocsánat, párolt káposztával $10 kerül szintén. Egészségünkre! Pálinkázunk. Egészségedre! Köszönöm! Te tudod valahova, ahol nem használjuk meg. Ez a backyard pálinka? Ez a backyard pálinka. Unofficial. Két palacsinta $5 kerül. Itt van a magyar ház kutyája, Kifli. Ez Libanon háza, ahol valami kis parti zajlik, miközben helyi finomságokat lehet megkóstolni. Minden ország a nemzeti ételét árulja, és a 100%-a bevételnek
annak a nemzet házának a működtetésére és programjaira megy. Törökország is itt van. Egyik nagy kedvencem a spanyoloknak a háza, ahol fincsi pályát árulnak, és természetesen szól a flamenco. Ezek a kis házak amúgy a különböző országoknak a házai, egy kulturális intézmény, és ilyenkor az ételvásárkor felállítják a saját kis sátraikat, ahol árulják a portékákat, ételeket. Itt vannak a Fülöp-szigetekről is, de bevallom, hogy nekem ez az étel nagyon nem ízlik. A cél ezeknek a házaknak az, hogy azokat a kultúrákat népszerűsítsék, a irodalmat, művészetet, ételeket, amelyek itt élnek San Diego-ban. Ez itt a mexikói ház, amit láthatjátok, gyönyörű, szép új, ez az egyik új ház, és hát tele van mexikói motívumokkal, a kultúrával, illetve a kultúrát ismertető különböző anyagokkal. Mexikói határ innen San Diego-tól olyan 20 percre van. Tehát közelebb élünk mi gyakorlatilag Mexikóhoz, mint San Diego északi részéhez. Panama háza. Skócia háza. Kína háza. Itt a színpadon pedig minden órában egy másik ország ad elő valamilyen műsort, ami az országára, a kultúrára jellemző. Norvégia, ahol természetesen norvégül írják ki, hogy milyen jó, még így teljesen meg lehet érteni így angollal, nyilván így nagyon hasonul, bizonyos szó. Tehát alma, torta, vanília szószán. Dániában járunk. Itt amúgy mindig fel van szerelve a ház egy Lego sarokkal, amit most pont nem látok, mert biztos a vásár miatt azt átpakolták. De ott rendszeresen legóztam. Ezek ilyen dán palacsinta gombócok. Ez pedig az ilyen mandulás dán féksütemény. A dán nemzeti himnusz. Svédország. Van egy tábla a svéd találmányokról, illetve ismert cégekről, első helyen természetesen az IKEA. Táblák tüntetőleg az ukrán ház elé kitéve. Így néz ki belülről. Egyik kedvenc házam, a finnek háza. Természetesen annyira letisztult, hogy be van rendezve, minden fából van. Nagyon szép. Érdekes tudnivalók Finnországról. Izrael is itt van.
Sőt, ha valaki szeretne héberül tanulni pár szót, azt itt megteheti. Németország háza. Gyönyörű ez a hely. Tényleg a világ egyik legszebb és legnagyobb parkja. Covid alatt épült házak, amelyeket különböző országok foglalnak el. India háza. Elképesztő, mennyire gyönyörű. És a palesztinok háza is itt van. Törökország. Az Amadeuszt itt ezen a fán találtam meg. Innen kiabálta nekem valaki, hogy anya! Nagyon szeretünk itt a Balboa Parkban kalandozni. Van egy óriási orgona, ahol minden vasárnap délután 2-kor ingyenes orgona koncertet adnak. Ilyen csodaszép helyen tartják ezeket a koncerteket. És azt szeretem ebben a koncertben, hogy itt beszélnek is ám az orgona darabokról. Tehát mindig az orgona művész, mielőtt elkezd játszani egy darabot, mesél arról a szerzeményről. Ilyen tehát egy nemzetközi ételvásár itt San Diego-ban. Hogyha tetszett ez a videó és még szeretnél többet megtudni Kaliforniáról, Amerikáról, akkor ne felejts el követni a YouTube csatornámon.